Kedves nézőink, a Csillagfiú című darabot láthatták az elmúlt héten az Ajkai gyerekek a Forrás Színház és a Zentai Magyar Kamaraszínház előadásában. A következőkben erről láthatnak egy összeállítást. Rettek hát tőlem, kedves kérdek. Hozzám is kértem, különben véged. E városban új fék nevem, az úgy, hogy életben még engem el. A rabszolgáimmal kegyetlen vagyok. Szememben látod, sötét tűz ragyog. Megküldött rombások, rombások fáj, nem nyírja némát, Oscar Wilde a Csillagfiú című meséjét vitték színpadra. Miért pont ezt a történetet választották? Hát a rendezővel való megbeszéléseknél történt a választás, amikor adott 2-3 mesét, és akkor erre esett a választásom, mivel hogy ez, ahogy olvastam a mesét tulajdonképpen, és utána írtuk át. Ez egy olyan gyönyörű történetnek tűnt, és az is, mert Oscar Wilde különben is nagyon szívhez szólóan tud írni, és hát a három közül, amit ajánlott, ez volt az, ami leginkább most nekünk kellett, és leginkább szerettük volna a gyerekekkel közölni ezt a történetet. Milyen gondolatok azok, amik megjelennek ebben a mesében? Hát elsősorban az emberi szív mélységeiről szól, arról szól, hogy ma manapság, tehát ez már több mint száz évvel ezelőtt íródott, és akkor is ilyen alapvető emberi kérdésekkel foglalkoztak, mint a szeretet, és a saját szüleinktől való, vagy a legközelebbjeinktől való eltávolodás, és utána, hogy miért történik az, hogy mégiscsak visszatérünk hozzájuk. Tehát ez az emberi tulajdonságokkal foglalkozik. A különböző konfliktusokat hogy jelenítik meg ebben az előadásban? Hát a konfliktusok ugye azok folyamatosan jelen vannak úgy a mesében, mint a mi átdolgozásunkban, hiszen minden megjelenik az előadásban is, ami a kis novellában. Hogy jelenítjük meg? A színpadi elemekkel próbáljuk tarkítani, tehát jelenetekre bontottuk ezeket a történeteket, és mesél formájában történik. Milyen korosztályú gyermekeket céloznak meg ezzel a történettel? Hát mi elsősorban alsósoknak készítettük, de ugyanakkor az óvodás végzős csoportja is mind megnézték nálunk otthon Zentán is az előadást, sőt, még a felsősöknek is bemutattuk. De mondom, alsósoknak készítettük, de ahogy mire kész lett az előadás, rájöttünk, hogy ez tulajdonképpen a felnőtteknek is szól, és ez is a klasszikus történet, hogy 7-től 77-ig mindenki megnézheti, de ez valójában tényleg ilyen. Ez olyan, mint a kis herceg, amit mindig meg kell néznünk, tehát át kell gondolnunk a mondatait 7 éves korunkban is, és 77 éves korunkban is nem szabad elfelejtenünk ezeket az örök igazságokat és fontos emberi belsőségeket. Honnan érkezett az önök társulata? Zentáról érkeztünk, a Délvidékről. Zenta a Tisza mentén van, Szegedtől 35 kilométerre délre a Délvidéken, és hát ott van, működünk, mint állandó társulat, a Zentai Magyar Kamaraszínház. A város alapította színházat, készítünk gyerekelőadásokat, ifjúsági és felnőtt előadásokat is, hébe-hóba alternatív előadásokat is készítünk. Tehát a közönségünknek minden részét szeretnénk megszólítani, és ez folyamatosan így történik. Azon felül pedig tantermi előadásokat is készítünk, amellyel körbejárjuk egész vajdaságot, tehát a szerbiai vajdaságot, ahol magyar ajkú oktatás folyik, ott mi megjelenünk. Hiszen ezekben a városokban nincs mindenhol hivatásos színházi társulat, ebből kifolyólag, hogyha megjelenünk, akkor az magában is már egy ünnep. Ebben a mostani előadásban is felcsendül a muzsika. Ezeket a dallamokat hogyan készítették?
Hát ez direkt erre az előadásra készült, Bakos Árpád írta ezeket a zene számokat, tehát a rendezővel, Káló Bélával egyeztetve készítette ezeket a dalokat, fölvettük, és most matricáról ezek szólnak, és erre ének, tehát fél playbackként megy az előadás. Hol lesz látható még ez a mese? Most legközelebb vasárnap délelőtt játsszuk a Budapesti Nemzeti Színházban ezt a Csillagfiút, úgyhogy oda is szeretettel várunk mindenkit, akinek esetleg itt nem sikerült megnéznie. Mi lesz a következő darab, amit színre visz majd a társulat? Most soron, tehát ez a tavalyi előadásunk, tavalyi gyerekelőadásunk, évente egy gyerekelőadást készítünk, az idei pedig januártól készül február 23-áig, akkor lesz a bemutatónk, a Ludas Matyi ér hozzánk. Reméljük, hogy azzal is ellátogatnak majd Ajkára. Várjuk szeretettel. Hát én remélem, hogy tetszett mindenkinek az Oscar Wilde, a Csillagfiú, akkor biztos majd meghívnak bennünket. Örülünk, hogy itt lehettünk.